Sziasztok. Sziasztok! Nem egy áprilisi tréfa, a Mikrotik egy újabb zászlós hajót tűzött ki magának. Már mutatjuk is, kiről van szó. Eszköz nem kicsi. És még pedig ő egy rózsa, ha nem ismernétek föl. Legalábbis a Mikrotik ezt állítja róla. Ez RDS 2216-os. Egy teljesen más funkciókat képzelt el a Mikrotik benne, mint eddigi routereikbe, switcheikbe. Nézzük meg, hogy mit rejt a doboz, és utána nézzük meg, hogy mit tervezett ezzel a Mikrotik megvalósítani. Új tudás, új szín. Zöld rózsa. Mit is kapunk ezzel az eszközzel? Láthatólag egy óriás méretű router switch valamit, amiben van két darab redundáns tápegység, 10 ventilátor, van rajta 3 darab részport, egy gigabites, egy multigigabites, ami gigabitet, 2,5 gigát és 10 gigát is tud. Jól mondtad, ugye az a Mikrotiknek ez a 10 G-s multigigabites rezesportja, de ugye emellett még kapunk 4 darab 25 G-s, 28 G-s SFP-t, és kapunk 2 darab 100-as SFP-t is, ami lehet FullSFP 28 is. Igen. Meg ugye a szokásos 4 darab SFP plusz. SFP plusz, ugye 10 gigabittel. Azon kívül kapunk még USB-t, 3.0-ásat. Egy menedzsmentet, ugye, amit már említettél, az egy darab rezesport, az a menedzsment port, ami gigabites, meg kapunk ugye egy konzolportot is. Alapvetően mindennel felszerelték, ami el tudunk képzelni. Viszont ugye, ami érdekes a Mikrotikekhez képest, hogy itt van valami hátul is, nem csak elől. Igen. Eddig eléggé idegen dolog volt, hogyha ilyet láttunk volna egy Mikrotikben, de úgy néz ki, hogy most már ez lesz az új standard ennél az RDS szériánál, mondjuk úgy. Mivel itt kapunk ilyen furi slotokat, és bizony ezek U2-es SSD-khez valók. Ugyanis a Mikrotik eddig teljesen portfólió idegenként, vagy termékpalotta idegenként úgy döntöttek, hogy beszállnak az ilyen szerveresebb piacba is, és ez az eszköz nem csak egy potens router, egy eléggé jól felszerelt switch, hanem emellett még egy storage szerver is. Ráadásul abban is egész kis jó dolog, főleg ebben az árkategóriában. Ugye kapunk 20 darab U2-es NVMe SSD foglalatot, amikkel mindenféle ilyen storage megoldásokat tudunk létrehozni. Ehhez hozzájárul a Mikrotiknek ez a rose csomagja is, amit már amúgy igazából már egy jó ideje ugye csepegtetnek, mert ez a rose csomag már megjelent több mint 2 éve az újabb routereknél. Ugye ez biztosítja az Enterprise Storage szolgáltatásokat, például az NVMe TCP felett. Ugye ez egy ilyen újabb storage-os szabvány, ami egyre jobban kezd elterjedni. Ugye ez elsődlegesen arra van kihegyezve, hogy IP felett úgy tudjuk kezelni az NVMe eszközeinket, mint hogyha azok mondjuk hardveresen belenének dugva a adott szerverünkbe. Ugye régebben az nagyon elterjedt ilyen általános ilyen tárolás kiajánlás volt ugye az iSCSI, ugye ami a SCSI-t vette alapul. A SCSI az egy elég érdekes busz, mivel nagyon-nagyon régi, és amellett, hogy a SCSI az nem feltétlen
csak tárolásra lett kitalálva, a SCSI az egy elég univerzális port, képes modemeket kezelni, nyomtatókat, szóval egy SCSI parancsokkal eléggé sokféle eszközt lehet kezelni, viszont ugye ahogy az idők telnek, ugye egyre jobb megoldások jönnek létre, és az egyik ez volt az NVMe, ami egy olyan parancsrendszer, ami ektek kifejezetten a flash alapú tárolókra van kihegyezve, és most ez az NVMe ugye megjelent az, hogy egy hálózaton felcsatolható tárhelyként is ugyanazokkal az NVMe parancsokkal lehet üzemeltetni, ugye ez az NVMe TCP feletti. Ugye ezáltal a hálózatunkkal jóval kevesebb lesz az overhead, mert például a SCSI-nál úgy működik az ilyen utasításrendszer, hogy ott egy-egy művelethez egy-egy parancs és egy-egy visszaigazolás fut, viszont az NVMe-nél lehet egy ilyen multi-queue-s megoldásokat csinálni, szóval ezáltal az, hogyha akarunk adatot manipulálni, akkor nem kell minden egyes mozgatott adathoz külön parancsot hozzárendelni, hanem egy-egy NVMe-s parancsol akár többféle műveletet is elvégezhetünk, ezáltal jóval jobb lesz a hálózatunkon az adathatékonyság, egy kevesebb overhead megy a csomagoknál, valamint jóval jobb lesz a késleltetésünk is. Milyen háttértárral támogatta még Mikrotik ezt az eszközt, ha ekkora adattárt és ilyen kimeneteket rakott erre az eszközre? Valószínűleg egy elég combos masnát épített bele, ha ennyi ventilátort is rakott hozzá. Igen, hát ugye gondolom, ugye egyrészt kell az SSD foglalatokhoz. Szóval az új zöld külső mellett az eszköznek a belbecsés eléggé érdekes. Az alapjait a 2216-os core router képezi, ami egy eléggé combos 16 magos ARM processzorra épül. Ugye ez az Amazon által fejlesztett AWS szériának a chipje. Emellett kapunk még mellé 32 GB RAM-ot. Ez duplája a 2216-os RAM mennyiségének, valamint kapunk még két darab SATA 3-as M2-es SSD foglalatot is belül a storage kiosztáson kívüli egyéb felhasználásokra, és ugye megkapjuk ezt a szép nagy szekrényt itt a hátul, amiben ugye benne van a 20 darab SSD foglalat, ezek egy 16-szoros PCI 3-as buszon keresztül csatlakoznak a processzorhoz, szóval az eléggé magas a teoretikus átüteli képessége. Az első tesztekben a gyártó elmondásai szerint az eszköz, két eszköz között képes akár ilyen 40-50 gigabyte per másodperces átvitelre is. Ugye szerencsére ehhez megvannak elől a nagysebességű portok is. Ilyen szempontból is elég potens az eszköz, mivel szinte megkapjuk a teljes, ilyen relatíve középszintű enterprise portfoglalatot, mert ugye van 100-as portunk, vannak QSFP portjaink, vannak SFP plusz portok is, valamint ez is egy eléggé potens switch chippel van megtámogatva, egy eléggé combos Marvel Perestra chip, ami még a fő processzoron kívül az eszközben. Milyen funkciót tud ő ellátni szerverparkba? Konténerekkel gondolom manipulál a Mikrotik, és azzal tudsz egyes funkciókat pluszban még megcsinálni vele? Hát igen, megoldható az is, mivel a Mikrotiknek van ugye konténer támogatása. Bár mondjuk lehet használni őt is arra, hogy virtualizáljunk rajta különböző szervereket, de ugye elsősorban ő a storage-es oldalra van kihegyezve. Ugye RAM mennyiségben ugye relatíve limitáltak vagyunk ahhoz, hogy mondjuk elsődlegesen egy virtualizációs platformnak használjuk, ami mondjuk valószínűleg ennél az eszköznél nem is volt kimondottan cél, hogy ez legyen. Van, ez képessége is van, szóval eléggé érdekes hibrid konfigurációkat össze lehet belőle pakolni, viszont ugye ő elsődlegesen a storage-ra van kigyúrva, amiben ugye eléggé fel van vértezve. Fel van vértezve, igen, mert igazából ugye egy olyan szegmenset támad be vele a Mikrotik, ami eddig ugye nem nagyon volt lefedve ilyen relatíve büdzsé eszközzel, bár igaz, hogy maga az eszköz nem olcsó, viszont a képességeihez képest nem is drága. Mert ha úgy veszük, hogy megkapjuk szinte ugyanúgy azt a core routert,
eléggé potens sportképességekkel. Redundáns tápegységekkel. Redundáns tápegységekkel, és akkor nem is a duplájáért, még kapunk hozzá egy eléggé komoly storage megoldást is. Igen, az ára az 500 000 forint körül lesz valahol elérhető, ami elsőre drágának tűnik, de maga az ember összeszámolja azokat a megoldásokat, amiket ezzel megkap, nem tűnik olyan drágának, sőt kifejezetten felkelt az emberek figyelmét. Bár én még mindig azon gondolkodom, hogy mikor jön rá arra a Mikrotik, hogy ezt egy kiterjesztett garanciával is megtámogassa, mert egy ilyen szolgáltatást beviszek az eszközömre, és kapok rá egy év garanciát, azért ja, hát nagyon jó mutatna hozzá egy megvásárolható 3 vagy 5 éves garancia bővítés gyorsított eljárásra. Én el tudok hozzá egyet képzelni, jelenleg még Mikrotik nem jelentkezett be, ezért hát ha hallják. Hát ugye alapvetően ugye az, hogy ugye ez egy storage szerver is, amellett, hogy router és switch, és ugye hát igazából ezzel a kombinációval valószínűleg nem 1-2 évre terveznek az igen, emberek. Igen. Egyrészt az, hogy maga az eszköz is eléggé potens, hogy a jövőben kiszolgálja az igényeket. Ugye másrészt az, hogy azért a adatok biztonsága azért az eléggé fontos, főleg, hogyha ugye, mivel elsősorban ez egy storage szerver, nem egy backupos szerver, ugye ő arra van kihegyezve, hogy az éles adataink a virtuális szervereken róla fussanak. És azért ugye üzemelés közbeni adatvesztés az nem annyira jó dolog. Igen. Mindesetre egy drágább szint választottak ez az eszközhöz, nem megszokott a Mikrotiknél. Hát elvileg könnyen meg lehet jegyezni. Igen. Tehát hát egyrészt az, hogy kiírja a Mikrotikes stackből, hogyha szemből nem is lenne annyira feltűnő, hogy más az eszköz, ugye mondjuk igen, például akár egy switch is lehetne, egy 100-as switch is lehetne, de ugye így a színével eléggé kitűnik, meg hogy igazából ez a szín az eléggé jól reprezentálja az egyik tök jó tulajdonságát az eszköznek, mivel hogy eléggé energiahatékony ahhoz képest, okay, hogy egy storage szerver. Szóval körülbelül egy 300 wattból kapunk ugye 20 darab storage lehetőséget, ami azért eléggé jó. Ugye egyrészt azért, hogy ARM processzor jóval jobban energiahatékonysága a klasszikus X86-64-es CPU-hoz képest. Igen, sok helyen, amikor az ember ilyen szerverbe gondolkozik, adattárolási szerverbe, ott fontos az energiafelhasználás, a portok száma, és hogy mekkora helyet foglal el. Ő azért mindegyikbe előkelő helyet szerepel, ugyanis kicsi fogyasztás, aránylag sűrűn meg lehetett pakolni SSD-kkel, és egy eszközként megkapjuk a router, a szerver és a switch funkciókat is. A gyártó még a felhasználást különböző fajta hosszúságú rekfülekkel kiegészítette. Itt mindenfajta rek megoldáshoz megtaláljátok hozzá a megfelelő füleket, azokat is a gyártó által kitalált zöld színben. Nem lehet rá mit mondani. Próbáljátok ki, üzemeljétek be, írtok róla nekünk tesztadatokat, használjátok. Sziasztok! Sziasztok!